méretek szerint válogatja az uborkát a gépderecskén a helyi közmunkások segítségével. Napi 40 mázsa termést takarítanak be a dolgozók a településen található 5200 folyóméter uborka ültetvényről. A legnagyobb mennyiség azonban még a következő hetekben várható. Tudtuk meg Nagy Károly környezetmérnöktől, aki hozzátette, a leszedett zöldséget felvásárlóknak értékesítik. Ez a két terület közül a kisebbik uborkása az önkormányzatnak. Tehát ez egy olyan 1600 folyóméter. Odát pedig 3600, és akkor így van meg az 5200 folyóméter, ami idén telepítve lett. Mint említettem, ez a kisebbik terület, viszont itt vannak meg azok a feltételek, hogy amit vásároltunk a háttérben látható uborkavállalató gépünket, ezt itt tudtuk üzembe helyezni, ezért onnan is áthordjuk ide a leszedett mennyiséget, és itt történik a válogatása, osztályozása, a zsákolása az uborkának, és ide érkeznek a zöldségesek, vásárlók, illetve a nap végén, ami marad, amit nem vásárolnak meg, azt pedig innen mi szállítjuk tovább a felvásárlóknak. Június végén volt az első szedés, nyilván még kisebb mennyiséggel, és akkor időjárástól függően két-három naponta, ezt most már azóta folyamatosan szedjük, mint ahogy mindennek ennek is megvan a szezonja, hogy mikor igénylik még jobban a kovászolni valót, a nagyobb méretet, illetve egy idő után, ami már most nagyjából kezd eljönni, átfordul ez az arány az apróbb méretre, savanyítanak otthon elrakni, tehát oda az apróbb méretet keresik. Illetve hát a felvásárlóhoz is úgy szállítjuk, hogy válogatva méret szerint, tehát ez teljesen 3-6-os, 5-8-as, 6-9-es, 9-12-es, illetve a legvégén a salátás méret, tehát ezeket, amit válogat a gép, és így történik a válogatás szállítással együtt. Elég rongyos ezeknek az uborkáknak a levele. Tessék el elmondani, hogy mi történt. Volt egy nagy vihar, egy égerés, és nagyon megnyugodt a levelet. Egy olyan 10%-os pusztulás volt a palántokban, és azhoz képest elég szép merendre tudtuk helyreállítani. Milyen érzésebb a kánikulába dolgozni? Hát nagyon borzasztó, de az uborkát kell szedni, hát most van a szezonja, úgyhogy muszáj. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon jó munkát kívánok, meg jobb időt. Szépen. A településen működő Start mezőgazdasági mintaprogram mintegy 65 főt foglalkoztat, akik közel 50 hektár földterületen végeznek értékteremtő munkát. A 10 hektár területű energiaerdő, illetve 20 hektár legelő kaszáló mellett a szántó területeken cirkot, kukoricát, illetve őszi árpát termelnek, utóbbinak már a betakarítása is megtörtént. Ez a Dereskaváros önkormányzatának a egyik szántó területe, amit egy részét a Start mezőgazdasági munkán belül
művel, másik részét pedig, mint önkormányzati tulajdonú terület. Igen, tehát itt a 10 hektáros energiaerdő, ami már harmadik éves, illetve ez a cirokföldünknek az egyik része, ez egy 5 hektáros terület. Elmondható, hogy az idei évre azért egy közel 50 hektár az, ami már az önkormányzat művel. A cirok az, tehát az továbbadásra megvan, hogy milyen helyi vállalkozó vagyunk leszerződve, mi leszedjük, beszállítjuk, és akkor ő így veszi át. A árpa, a kukorica, az pedig nyilván ugyanúgy helyi vállalkozók, mezőgazdasági cégek, tehát Petőfi TSZ-szel volt kapcsolatban, meg vagyunk is jó kapcsolatban, tehát mindig megoldotta ennek a tovább értékesítése. A kinti műveléshez, a talajmunkákhoz, tehát a vetésig minden eszközünk megvan. Igazából itt a vetőgép, a vegyszerezés, illetve a betakarítás, amihez nincsenek eszközök, de ezek viszont komolyabb beruházások is lennének. A cirok a viszonylag kedvező időjárásnak köszönhetően hamarosan betakarításra kerül, később pedig értékesíti az önkormányzat. A ciroknak a vetése az április eleje közepe, nyilván ez is időjárás függő, és akkor tehát augusztus eleje közepére jutunk el odáig, hogy vágni lehet. Nyilván itt az időjárást azért azt nagyon figyelembe kell venni, meg a vágásnál is, tehát az lenne az ideális, ha minél hamarabb, minél rövidebb idő alatt lenne levágni, mert tehát onnan következve, hogy le van vágva, ez le van rakva rendre, ott még azért egy 2-3-4 napot száradni kell neki, és utána lehet összekötni, illetve beszállatni. A kezemben ez a szakál, a cirok szakál, igazából ez a úgymond lényegesebb része. Ezt ha minél hosszabb, annál jobb minőségű a cirok. A 11 hektár cirokültetvény mellett 3 éve telepítette az önkormányzat a nyárfa energiaültetvényt. Ez egy olyan növénykultúra, mely telepítésének elsődleges célja az energetikai felhasználás. Ez már egy harmadik éves energiaültetvény. Valószínűleg most ősszel fogjuk hozzáfogni a kivágáshoz. Tehát van egy ágaprítógép az önkormányzatnak, és azzal történik majd a ledarálása, mert a hivatalba, a Lengyel utcai általános iskolába, illetve a városgazdálkodásnál is faaprítékos kazán és tüzelőrendszer van, és ott kerül majd felhasználásra. A fűtértéke magasabb, mint egy átlagosnak, illetve a növekedése jóval intenzívebb, tehát ez látszik is, hogy igazából még harmadik éves, ez egy kis 15-20 centis dugvány lett a földben annak idején lerakva, és abból sikerült idáig eljutnia. Ezt teljesen a föld fölött kell visszavágni, és azért utána ez önmagától ugyanúgy hozza majd a hajtást, és megindul. A korábbi évekhez hasonlóan idén is eredményesnek bizonyul a termelés a Start Minta program keretében. Az emberek szívesen dolgoznak, hamar hozzászoknak a munkához, és szeretettel csinálják a rájuk bízott feladatokat.